például ez a DFD mód is, tehát ez a tehát ez a ilyen hülye szót. Tehát ez a death from, jó. Hello mindenki! Már tavaly bemutatták, vagy legalábbis megszellőztették a Panasonic GH5-öt, de nézzük meg, hogy mit tud a fényképezőgép. Először is magnézium ötvözet váz, ami ráadásul belül időjárás álló szigeteléssel ellátott. Ez általában a komolyabb gépeknek a sajátja. Manapság már nem csak a profi gépeké, néhány évvel ezelőtt még így volt, de azért valamit jelent, hogy egy időjárás álló gépet kapunk, fém külsővel, komolyabb megpróbáltatásokra, akár munkára tervezték ezt a fényképezőgépet. Az is ez bizonyítja, hogy 200 ezer expozícióval tesztelték a zár élettartamát. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy 200 ezer expozícióig mindenképpen el kell mennie, általában azért ezt jelenti, illetve az sem, hogy 200 ezernél fel fogja adni a zárszerkezetet, csak azt jelenti, hogy itt egy komoly fényképezőgéppel van dolgunk. A gyártó arra is vette a fáradtságot, hogy egy olyan zárat tegyen bele, amit komolyan le is tesztelt előtte, tehát ez valószínűleg jóval többet fog bírni, mint egy átlagos vagy egy olcsóbb fényképezőgép. Vásároltunk a fényképezőgéphez portré markolatot is, hogyha megengedi a pénztárcánk. Nem egy olcsó modellről van szó, tehát a portré markolat sem olyan olcsó, illetve egyéb külső kiegészítőket is, mint például a felső vakupapucsára húzható ilyen külső kiegészítő csatlakozó, amiről majd később talán említést is fogok tenni. Egyébként egy 4/3-szoros szenzorral szerelt fényképezőgépről van szó. A Panasonic már 2008-tól a kezdetek óta emellett tette le a voksát, tehát 4/3-os szenzor, ami körülbelül olyan 17,3 x 13 mm-es, vagyis jóval kisebb, mint egy APS-C szenzor, de nagyobb egy 1-szoros szenzornál is. Elég jól muzsikálnak még mindig ezek a fényképezőgépek, és a Panasonicnak volt mersze egy kicsit javítani is a felbontáson. A korábbi 16 megapixel helyett itt 20 megapixelt kapunk. Ahogy elmondják, a képfeldolgozás is javult, egy új képfeldolgozó algoritmust kapott sokkal jobb zajszűréssel, illetve szerintük a képminőség is javult, attól eltekintve, hogy növelték a megapixel számot, de a szenzornak a méretét ezzel együtt viszont nem. Nyilvánvalóan. Ugye mikro 4/3-os objektívek mennek erre a fényképezőgépre, tehát ugyanazok, mint a korábbiaknál, a korábbi modellnél, bármelyik korábbi Panasonic, esetleg Olympus kiadású objektív használható ezekkel a gépekkel is. Egyébként nagyon sok külső gyártó ezen a két nagyon kívül, nagyon sok külső gyártó kínál ehhez a rendszerhez, a Mikronél 4/3-os rendszerhez objektíveket, úgyhogy talán az egyik legjobb kiegészítőkkel ellátott rendszerről van szó. Van egy öttengelyes beépített képstabilizátorunk, ami a Dual IS-2-es módot is támogatja, vagyis azt a technológiájukat is támogatja, tehát egy továbbfejlesztett képstabilizációs rendszerről van szó. Az érzékenységet ISO 200 és 25600 között állíthatjuk, és hogyha ISO 100-at szeretnénk, akkor egy kiterjesztett értéket, beállítást kapunk. Oké. Hadd ne mondjam, hogy mindent az égvilágon beállíthatunk kézzel is, sőt, még annál is többet. Többek között például a záridő az 1 per 16.000 másodpercig csökkenthető, hogyha szeretnénk. Itt felírtam magamnak, hogy a fehér egyensúlyban például 4 darab fehér egyensúly beállítás, egy saját beállításunkból 4-et tárolhatunk benne. Ez is egy tök jó dolog. De nézzük tovább, ugyanis az autofókusz rendszer még jobb lett. Korábban 240 FPS volt a sebessége az AF rendszernek, most ezt megduplázták. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy 480 FPS-sel mit tud ez az új rendszer. Szerintem nem lesz erre panasz, mint ahogy a korábbiakra sem nagyon volt. Ezzel együtt növelték az autofókusz pontok számát is, ami 225-re hízott, tehát azért már elég sok helyen jelölhetjük ki a
fókusz területet, hogy hová szeretnénk élességet állítani, vagy hova állítson a gép. Ehhez egyébként érintőképernyőt kapunk, ami a korábbi touchpad funkciót is megkapta, tehát hogyha nincs bekapcsolva a képernyő, akkor is érzékeli, hogy az ujjunkkal hová bökünk a képernyőn, és annak megfelelően jelöli ki azt az egy pontot a képen, autofókusz pontként. Tehát ez is megmaradt, de az új modellben, tehát a GH5-ben kapunk egy kis joystickot hátul, tehát hagyományos módon, és ahhoz képest még könnyebben ezzel a joystickkal is kijelölhetjük, hogy hol szeretnénk a autofókusz pontot. Nyilván a joystickkal ugye léptetni kell, tehát nem annyira kényelmes, mint a touchpad, de ezt is megkapjuk az új modelltől. A Panasonic az autofókusz rendszeren belül kísérletezik mindenféle hülye móddal, például ezzel a DFD móddal, ez a Death from the Focus rendszer, ami tulajdonképpen több képkocka felhasználásával készít egy mélységi maszkot az egész képünkről, vagy a képtartalomról, és ez alapján például a későbbiekben utólag is bejelölhető, hogy hová szeretnénk az élességet állítani. Ez egy nagyon jó dolog. Ebben a fényképezőgében nagyon sok személyre szabható autofókusz beállítást is kapunk, úgyhogy például azt is megszabhatjuk, hogy milyen legyen az autofókusz pontok közti váltásnak az érzékenysége. Milyen legyen az autofókusz érzékenysége, illetve a mozgó téma követésének az érzékenységét is beállíthatjuk. Már az előző modell is nagy port vert fel, ugyanis ez volt az első ebben a kategóriában, ami 4K-t hozott be a fényképezőgépek, a Miltz fényképezőgépek köré, sőt, talán az első 4K-s modell is volt jó pár évvel ezelőtt. Az új modellben is maradt a 4K, de azért alaposan továbbfejlesztették ezt az egészet. Ugye olyan 4K-ról van szó, ami nem trükközik azzal, hogy csak kivágja a képszenzor közepét, tehát körülbelül 3840 képpontnyi információt, hanem a teljes szenzort felhasználja. A teljes szenzor szélességet felhasználja a 4K-hoz. Ha jól tudom, ez olyan 5,1K-nyi tartalom, tehát kép adat, amit felhasznál, és ebből hozza létre aztán a 4K minőséget, ami lehet a hagyományos 4K, tehát ez a 3840x2160 pixeles, illetve lehet a DCI, vagyis ez a digitál színem, a digitális mozi szabványnak megfelelő, kicsit szélesebb, 4096 pixeles, így pedig marad a 2160. 50 vagy 60 fps-sel is tudja, tehát 4K 60 fps-sel is működik ennél a fényképezőgépnél. Sőt, beállíthatjuk, hogy 10 bites 4-2-2 színmintavételezésű minőséget szeretnénk, bár ebben az esetben azért kisebb gondok adódhatnak. Tehát, hogyha beállítjuk, hogy 10 bites 4K-t szeretnénk, akkor eleve csak 30 fps-sel képes a gép a belső memóriába, vagyis a memória kártyára rögzíteni. Ja, és igen, a maximum minősége az 150 megabit per másodperc ennek a videónak, amit most képes elérni a gép. De a gyártó egy ingyenes patchet, vagy egy ingyenes firmware-t fog a géphez majd passzintani, ami nyáron fog megérkezni, és a nyári firmware-rel 400, tehát még egyszer mondom, 400 megabites videóminőség is elérhető. Mindez persze a kártyára nem rögzíthető, megpróbálok nem belezavarodni mindebbe, tehát hogyha a kártyára szeretnénk rögzíteni, akkor a 10 bit 400 megabittel nem lesz elérhető még a nyári patch-sel sem, viszont külső HDMI csatlakozón csatlakoztatható külső felvevőre 400 megabittel is átküldhetjük a videóanyagot. Most 150 megabit a maximum, illetve elérhető a 8 bites, 10 bites minőség is, akár 4-2-2 színmintavételezéssel, de ebben az esetben, hogyha ezt választjuk, akkor csak 30 fps a maximumunk. És jönni fog egy másik patch is, ami, vagy egy másik firmware is, ami áprilisban fog érkezni. Ott a Full HD
10 bites módot fogják bevezetni, 4.2.2-es színmintavételezéssel, és a mostani 100 megabit helyett 200 megabittel, tehát sokkal jobb minőséget várhatunk majd áprilisban Full HD-ben, illetve nyáron 4K-ban. A fényképezőgépbe saját LUTok, ezek ilyen színmódok is feltölthetők, de vásárolhatunk is hozzá, igen, külön, körülbelül 100 dollárért adja a V-Log L gamma módot a gyártó, amivel egy sokkal szélesebb dinamika tartomány érhető el videózásnál, ami utólag sokkal könnyebben és kevesebb minőségromlással dolgozható fel. Úgyhogy aki tényleg komolyan gondolja, az ezt külön vásárolhatja meg. Annyit még hozzátennék, hogy Full HD-ban egyébként, tehát Full HD 1920x1080p-ben akár 180 fps-ig növelhetjük a sebességet, tehát hogyha 24 képkockával játsszuk vissza, akkor 7,5-szeres gyorsítás, illetve pont, hogy lassítás érhető el. Figyeltek, remélem. Tehát lassítás érhető el a képen. Ebben a nyári firmware frissítésben még egy újdonság található, majd anamorfikus felvételt is felvehetünk. Ez egy elsősorban azoknak lesz jó, akik a mozi minőséget szeretik, tehát ez egy sokkal szélesebb felvételi formátum lesz majd, mint a mostani 16.9-es. Egyébként a gép sztereóban képes hangot felvenni, ezt már az előd is tudta, és van mikrofon és fejhallgató ajzatunk is. Fölülre egy külön kiegészítő csatlakozót is illeszthetünk a vaku papucsra, amin külön beállítható a felvételi hangnak a jelszintje, illetve XLR mikrofonok is csatlakoztathatók hozzá, hogyha valaki tényleg profi minőséget akar. Ha jól emlékszem, és lehet, hogy most hülyeséget mondok, akkor két külön álló mikrofon is csatlakoztatható hozzá. Sorozatban sem megvetendő a gép teljesítménye, 12 kép per másodpercet tud teljes 20 megapixeles felbontásban, viszont ez azt jelenti, hogy ez a sebesség csak rögzített autofókusszal érhető el, semmi probléma. Ha viszont folyamatos autofókusszal szeretnénk elérni a sorozatot, akkor akár 9 kép per másodpercre képes ez a fényképezőgép. Ezen kívül van 6K felbontású sorozat állókép módunk is, tehát ilyen felbontásban másodpercenként 30 képet képes rögzíteni, és aztán ugye vár, mint egy videóból választhatjuk ki a legjobb nekünk tetsző képkockát, álló képkockát. Lépjünk egy kicsit a gép külsejére, mégpedig a hátsó LCD-hez. Maradt az érintésérzékeny LCD, mint a korábbi modellekben, teljesen kihajtható, forgatható bármerre, tehát nagyon kényelmes használni ilyen szempontból. Egy nagyon picit megnövelték a méretét, 3 colos volt képátlóban, tehát innentől idáig. Most 3,2 colos, és ezzel együtt egy picit megnövelték a felbontását is. Ez 1,62 millió képpont lett az újban. Jelentősen javult a képkeresője is, ugye itt egy milc gépről van szó, nem tükörreflexes és optikai keresőről, hanem egy elektronikus keresőről, ami egy OLED kis monitort tartalmaz, és ez az OLED monitor, ez most már 3,68 millió képpontos, ami így belegondolva szerintem a legjobb felbontású eddig látott elektronikus kereső, ami annyit jelent, hogy 1280x960 pixeles lett. Maradt egyébként a 100% lefedettség is, ami ugye a profibb tükörreflexes gépeknél is alapkövetelmény szokott lenni, illetve 0,76-szoros a nagyítása, vagyis egy marha nagy képet látunk, hogyha beletekintünk a keresőben. Keresőben nagyobbat, mint egy nagyon picit nagyobbat, mint egy átlagos tükörreflexes fényképezőgépnél. A korábbi modellnél ez 0,67-szeres volt, ami úgy alulról súrolgatta a profi tükörreflexes gépek optikai keresőjének a méretét, a mostani viszont fölülről súrolgatja, vagy nem is súrolgatja, már inkább fölülről integet nekik. Valahogy így. Egy nem annyira apró változás, hogy az új modellben nincsen beépített vaku, csak fölül az már említett külső vaku papucs, amire vásárolhatunk külön pénzért, és jó pénzért mondjuk Panasonic rendszer vakukat.
Természetesen ebben a fényképezőgépben is megtalálható, hiszen mára már alapkövetelmény a fényképezőgépeknél is a Wi-Fi és az NFC, tehát akár mobiltelefonról, távolról is vezérelhetjük majd a fényképezőgépet, van Bluetooth kapcsolatunk is. Ami viszont szintén egy profi funkció, és ennek örülünk, nem úgy, mint a Baku lehagyásának, az a dupla kártyafoglalat. Két darab SD kártyafoglalat található ebben a gépben. Egyébként támogatja az UHS 2-es szabványú legújabb és leggyorsabb SD kártyákat is. Ami még figyelemre méltó, és bármennyire furcsa, hogy évek óta már a számítógépeknél alapkövetelmény az USB 3-as ajzat, a fényképezőgépeknél még egyáltalán nem, mostanában kezdenek, vagy legalábbis csak a jobb és drágább gépeknél kezdik bevezetni ezt a szabványt, de a GH5-ben már USB 3-as. Ami nem tudom, hogy előny vagy hátrány, illetve mind a két irányban értékelhetjük, az az akkumulátor. Előny, hogy megkapta a korábbi, vagyis a GH4-es modell akkumulátorát, viszont ezzel együtt nem nagyon nőtt a kapacitása sem, ami annyit jelent, hogy egyáltalán nem profi géphez méltó teljesítményt nyújt az akkumulátor. Egy feltöltéssel alig több, mint 400 kép, 400 állókép készíthető vele, ami elég vérszegényke, legalábbis ebben a kategóriában az. A Panasonic annak idején, amikor megjelentette az első Mills gépét, ez 2008 őszén volt, akkor azzal reklámozta az egész rendszert és az egész Mills-séget, hogy itt valami nagyon kis méretben kapott meg ugyanazt, mint amit a digitális tükörreflexes fényképezőgépek nyújtanak. Na hát a GH5-re ez ugyan annyira nem igaz. Maga a fényképezőgép simán akkora és olyan nehéz, mint egy középkategóriás digitális tükörreflexes gép, vagyis nem is a legkisebbek, nem is a belépő kategória, nagyjából akkora, mint mondjuk egy Canon 80D. Abból a szempontból előnye van, hogy ugye itt az objektív és a szenzor közelebb kerültek egymáshoz, vagyis sokkal kisebb méretű objektíveket tudnak hozzá gyártani. Tehát bár akkora, mint egy középkategóriás DSLR, de a megvett objektíved valószínűleg azért valamivel kisebb lesz, mint egy átlagos tükörreflexes gép hasonló kategóriás objektíve. Ennyi az előny. Maga a gép viszont semmivel sem kisebb, mint egy, vagy körülbelül ott van, mint egy középkategóriás tükrös gép. Az ára sem annyira baráti, bár azért itt a csúcs kategóriáról beszélünk, tehát azért még mindig nincs ott, mint egy csúcs kategóriás tükörreflexes fényképezőgép, de azért a 2000 dolláros vagy 2000 euró környéki ár azért egy elég húzós befektetés lesz. Ez csak a vázra vonatkozik, tehát körülbelül 2000 dollár, ami manapság már olyan 600 ezer forint simán átszámolva, de ugye a magyar ára valószínűleg ennél magasabb lesz. Tehát csak a vázat valószínűleg 600 ezer forint fölötti áron tudjuk majd megvásárolni néhány hónapon belül. Szóval egy marha szuper fényképezőgép, még szuperebb videokamera, aki a minőségre szeretne adni mindkét téren, az szerintem nem nagyon nyúl mellé, hogyha a Panasonic GH5-tel próbálkozik. Mindenkinek köszönöm szépen a figyelmét, hogyha tetszett nektek a videó, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, illetve ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és hogyha bármilyen kérdésetek van, többek között ezzel a fényképezőgéppel kapcsolatban, amit esetleg meg is tudok válaszolni, hiszen még az én kezemben sem volt, akkor azt tegyétek meg itt lenne a komment szekcióban. Sziasztok!